Na hello, szevasztok srácok, üdvözlet mindenkit is, sziasztok! Hello, hello! Mindig ilyen csodálatos hangom van. Üdv, sziasztok skacok, hello, hello! Mindig picit náthás vagyok, mert nem bír elmenni belőlem ez a szar, de hát remélem minél hamarabb kimegy. Már nem fáj a torkom, ez már egy jó pont. Az már eltűnt már a reggelre, torok már nem fáj, de a nátha még mindig itt van velem. De ezt is megpróbálom kiűzni minél hamarabb, de amúgy ezen kívül nincs semmi gond. Na, tegnap vittük ki a Far Cry, igen, tegnap kivittük a Far Cry 6-ost, annak így vége lett, és most meg így próbálunk visszacsöppenni a Dark Souls-nak a kegyetlen világába. Meglássuk, hogy hova jutunk, merre jutunk, mennyit haladunk, és... Csütörtökön, de ezt majd elmondom a stream végén is, csütörtökön Assassin's Creed 1 végigjátszás fog következni, és az összes Assassin's Creed-et ki fogjuk vinni majd a közeljövőbe. Na, bele is ugrunk a játékba, hogy itt ne húzzam itt a dolgokat. Minél több idő maradjon itt gammázásra. Megfogjuk a Xbox kontrollert, úgy. Ilyen szexuálisan. Ja. Azt mondja, hogy Bandai Namco. Imádjuk a From Software, köszi, hogy vagy, áldás minden neked. Nem egy gombot. Mindjárt a képet, skacok, pillanat. Ott is van. Ott is van, mindjárt átcsuszizom a kameraképet. Folytatás. A kamera. Ez valahol így helyezkedik el. Így. No. Szóval. Mindjárt próbálok visszaemlékezni, hogy hol is hagytuk abba. Azt hiszem a karpereces boss volt a utolsó, akit megöltünk itt. Ha jól emlékszek. Igen. Ez volt a karpereces boss. És innen, ha tovább megyünk. Iritil, atya úr, Isten. Hát hogyan néz ez ki te? Ott a bonfire. Jó, ahhoz, hogy hülyek legyünk a címhez, amit ma megadtam, hogy a legszarabb hely a játékba, az, ha minden igaz, akkor ez, srácok. Ha minden igaz, akkor ez a legszarabb hely a játékba. Ide még ma szerintem megérkezünk, de még elmaradt nekünk itt egy hely. Aki látta az előző adást, az tudja, hogy mink itt átjöttünk egy olyan hídon, amit aztán lekúrtunk, és a híd szana széje szakadt, de azon a hídon el lehet menni lefelé. Szóval nekünk még van egy utacskánk, amit most így megnézzünk, hogy mi van arra. Úgy néz ki, a híd visszaspawnolt. Ezt így még szétkurrancsuk. Az, és akkor itt lefelé el lehet, mondom, le lehet menni, jó napot, igen, leereszkedés. Jó. És itt szépen lecsúszizunk erre a helyre. És most ez itt megint egy teljesen új terület. Szóval ezt így, ez a baszó helyem előtt, ezt itt megcsinál. Oké. Nem baj, kapja. Gyere még följebb, haverom. Gyere föl, mint előbb, az úgy jó volt. Te legalább kapsz három ütést.
Azaz. Szavasutyikám, hello, hello, üdv neked is, hello, szia. Végre valaki ír a csetbe, sziasztok. Jaj, jaj, jaj. Ezt nem kellett volna így. Takarodjál vissza felé, te ribac. Na még egy ütés. Azaz. Kapta. Nem kapta. Baszki, azt hittem beledögött. Ma kifogtam a legrosszabb hitboxot, amit életemben valaha láttam. Egy démo, ez egy boss volt? Sutyi, ez egy boss volt? Na milyen hitboxod volt, ami nem tetszett? Hát de mi ez a démon lelke? És elég sok XP-t adott. Oké, még próbálok itt kalapálni összes cuccot, az nincs véletlenül titkos fal. Jó, itt nagyon sok csonti barát van. Olyan, mint a Stray Demon. Oké. Töltünk magunknak életet, hogy legyen. Most nem tudom, hogy elmenjek-e arra lefelé. Vagy megnézem azt a utat így körbe, vagy ott semmi, ott gondolom semmi sincs. Várj, és itt nem volt semmi amúgy, hogy itt lejöttem? Csak ez a egy út. Aha, csak ez a egy út van. Na és sikerült aztán a Nameless Kinget megölni úgy, Sutyi, hogy nem ütött meg? Azt tényleg, azt még nem mesélted? Van egy 7 másodperces felvétel arról, hogy milyen gyógyszeret kapok, ami elbassza a no-hit próbálkozni. Siker! Wow! A kurva életben, hát gratulálok, bassza meg! Atya úristen! Baszki, megölni a Nameless Kinget úgy, hogy nem sebződsz meg. A kurva életbe. Na hát kemény a pöcsöd, baszki. Kemény legény vagy. Nálom van ez a tükör. Altassuk el ezt a faszt. Még lélegzik is. De nincs benne se. Na, várjál. Fekete penge. Katana. Lefeküdt aludni még egyszer. What? Oké. Okay. XP, oda néz, 2200 soul, kurvára megéri megölni. A Decons of the Deep-et is, Fried-ot is, az Old Demon King-et is. Na bassza meg. Össze kéne vágnod ilyen videót, sutyikám, így összes cuszliról és felrakni YouTube-ra. Van benne pár órát, gondolom. Hogy sikerüljön megölni ezeket, összeset így. Én nekem nem kell ilyen cucc, én majd megölöm a Nameless Kinget ilyen 85-ször. Hát kb. Akkor már majdnem egész Dark Souls-t. Nem, csont, a kurva anyád csonti, hogy azért meg kell ütnöd te, szeméttele. Nagy Titanic töredék. Fehér a szeme, arca csupa derű. De ezeket nem öltem még meg kétszer. Jézusom! Mi volt ez a spam, te? Névtelen katona lelkecskéje. Lehet, hogy néha köhögni fogok, srácok, mert mindig picit a... Van itt egy kalapos faszka, szerintem itt éhezgetik újra ezeket a... Jánosokat. Nagy folyamatokba. Hadd, még jobb.
Jó, takarodjál már, csonti. Bonfire. Fú, itt tuti megdöglök. Az öreg bölcs, szemfödője és a boszorkány gyűrűje. Érdekesen hangzik. Na. Szóval, most még mindig a katakombákban vagyunk. Utána megyünk ide Zordvölgyi Ritilbe, ugye a legszexuálisabb helyre a játékban, mert mindenkit ezt hallottam, hogy kurva jó. Úgyhogy most elmegyünk házá. Gyorsan nyomunk egy level uppot. Mert ugye 50-es szint fog kelleni ahhoz a fegyverhez, amit ma egyszer a kezembe akarok fogni. Ha kiveszed, hogy az animáció melyik része ütött meg, én égő fákja leszek, oké, okay, megnézem majd stream után, jó, Sutyi? Meglesem majd. Elraktam magamnak, és majd így meglessük. Na. Azt mondja, hogy van nálam, remélem, valami szólocska. Aha. Aha. A mélység diakónusának a lelke is nálam van. Meg ennek a fasz démon lelkének a lelke is nálam van. Ami szólokba annyit tesz, hogy van 5000... Wow! Oké. Okay. Jó, van itt lelkecske. Megnézzük ezt a... ezt a kriplit, hogy mit ajánl nekünk érte. Aha, so. Megsötétült lélek üledéket lő ki, ez nem kell nekünk, köszi. Van egy lelkész gyertyatartója. Hát köszi. Van egy démonökle. Ez is valami fegyvernek néz ki. Nem kell. És egy démon nagy balta, ami tűzsebzést ad amúgy. Hát ez se kell. Na, szóval akkor eladjuk mind a kettőt. Ezt ezért szólért meg tudom venni, vagy nem? Nem, ez kellett volna a lélek. Na jó. Akkor csinálunk sok szólt. Level up-ra. Azaz. És akkor ez is elhasznál. Igen. 20 000. És még a másikot is magamba szippantatom. Még egy 20 000. És baby, mutasd mit tudsz. Then touch this. Strength-et fölnyomjuk 50-esre, srácok. Legyen. De a fegyverem már nem növekedik semmi, baszki. Lássátok? Az baj. Mennyibe kerül egy, 17 000. Hűha. Na várj, és akkor még pont kell 5000 szól. Na most már nem 5000, most már lehet több. Megpróbáljuk úgy, hogy tudjunk 3 szintet lépni. Három ezer. 5000. És még kéne legalább egy 1000-es. Valami fasságot eladni. Ruhákat, meg kardot. Ez nem fog kelleni. Hosszú kard se fog kelleni. Pallos se fog kelleni. A hentes kés se fog kelleni szerintem. Na, meg ezt is eladjuk. Jó, ennyi mellének kell lenni a 3 szinthez szerintem. Then touch this. A harmadik levelre beadott 1 plusz a fegyver.
Drábbaj, mondom, 50-es szintűnek kell lenni baszki ennek a lófasznak, hogy kezembe fogjam azt a nagyon-nagyon-nagyon fegyvert, aztán majd meglássuk, hogy mennyire fog tudni vele csapkodni. De lehet, hogy egy staminára rakok még azért. Vagy életre rakjunk? Élet is kurva kevés. De szükséges lesz a élet, mert... A Nameless King meg fog csapni minket, mint a szar. Jó, rakunk így. Na jó. Mehetünk tovább. Elköltöttünk 3 level upot, ez így már tetszetős. És akkor tovább az elhagyatott sír felé. Meg most mi még kaptunk valami katanát, nem? Nézzük meg. Nem a Uchi katanát kaptuk, azt hiszem ezt a fekete pengét. Az igen. A dexterit is fegyverek. Oké, vissza a hosszú passzó fegyverem. Jó, ezt is már ide lenne amúgy már fejleszgetni. Nem tudom, hogy mi kell, megnézhettük volna, mindegy, majd legközelebb. Parázsló tó! Hűha! Mi van? Mi ez a hang? Atya úristen, ott valahogy kibaszott! Oké. Van egy olyan tippem, srác, hogy először föl kéne futni az a nyilashoz valahogy. Elintézni, hogy ne lövöldözzön! És gondolom aztán lejöhetünk ezt a nagy fasz kinyírni. Geci. 3 nyilat tud kilőni egyszerre. Jaj, ne! Nem szeressük a rákikat. Ott van valami fa körülöttük, az mi a fasz? Kibaszt a fejed! Oké, lépcsőt van a föl, az lépcső fölfelé? Ó, faszt, ez nem lépcső fölfelé. Káosz drágok, a kurva szád! Nem! Oké, jó, első halál, már meg kellett lennie. Nem találtam sehol felutat. Ez így érdekes, akkor itt a Giliszta felé kéne mennem egyenesen? Aha, ott a út, ma látom. Ez ilyen boss-rám féleség? Ó.
Nagyon jó ez a boss run, élvezni fogom. Mit jelent ez a csízelés? Aztán nem tudom, mi ez a csízelni. És ez most boss fight lesz? Aha, ez ilyen lófasz boss fight, fabosz. Nem ezt öltem meg elő? Ezt a csávót öltem meg elő, nem? A kisebbik verzióját. A kurva szád! Oké. Okay. Semmi gond. Elsőre labasztuk a fél HP-ját. Rendben leszünk. Szerintem. Meg lesz ez. A lényeg az, hogy megöljük azt a boss-t. Gondolom lesz ott bonfire. És aztán majd visszajön megölni ezt a dögöt. Gondolom valahogy föl lehet menni majd a nyilas bácsihoz is ott a megbeszélni vele, hogy ne lövöldözze a nyilakot amúgy. Vagy lehetett volna, amit én kihagytam, nem tudom. Valamint nagyon véd a csávó itt meg. A lelkes két. Nagy tita, ezért voltam beszarva annyira. És akkor megy a HP-ja lefelé? Mindegy. A lényeg az, hogy fölvettük azt a szólt. Na szóval mi ez a csízelés? Cheese! Bassza meg, kint 20 fok van basszus. Nálam meg 27,8 a szobában, szörnyű. Kibaszott levegő nem jön be ebbe a rohadt lakásba. Au! Hagyjad már magad! Van fent egy gabonácska. Aha, így föl lehet jönni ide. Na várjál, hogy itten van bonfire a kurva életbe! Oké. Okay. Ez az. Na, ez így már sokkal szexuálisabb helyzet. Jó, amíg itt nulla szólunk van, addig nagyon jól vagyunk. Addig nincsen mitől félni. Hallják ki? Oké. Okay. Egy ember, az is nagyon jó. Egy Titanic töredék. Jó, szerintem ez már itt a folytatáson lesz ennek a résznek, nem? Úgyhogy menjünk, öljük meg a boss-t. Hú, ez kurva jó, hogy megtaláltam ezt a bonfire-t most. Várj, van nekünk tűzellenállásos gyűrű, nem? Lófaszt van. Akkor marad ez. Amíg maxos a életünk, addig baszóba tütünk.
Na gyere, babám! Oké, kettő shotból át a boss fight. De nem baj, közel van legalább. És nem használtunk el embert. Na, valami tüzes, tűzvédelmes ruha kéne nekem. Tűzellenállásomat megpróbáltam növelni úgy, amennyire lehet. Jó, persze így nem tudok gurulni. Bassza meg! Fuck, fuck, fuck. Ez baj. Nehéz a páncélot. Nehéz a páncél! Nem jó. Na, megyünk így. Plóba se lesz, nye. Mondom, nem nehéz ez a boss, mert tényleg meghal a faszomba, csak okosan kellene dodzsolgatni. Öreg démon király. Előbb baszki kurvára nem találta el, te fasz. Baj van. Ez úgy csinálja a támadásait, hogy ha folyamatosan dodzsolsz jobbra, ő oda fog ütni, ahova te ledodzsolsz. Szóval ez a jobbra dodzsolgatás nem jó, de most már nem kettő shot volt, most már három. Lehet, hogy a ruha ennyibe segített rajtunk. Jó, akkor ez a futás jobbra, ez nem jó. Valahogy a seggénél kéne maradni. Az a probléma, hogy nem lehet elfutni a... Mindenbe beleakadt, baszki. Au. Nem lehet elfutni a lába között, nem lehet elfutni a lábom mellett, mert belakad a karakter, baszk, és nem tudok elmenni mellette. És miért világít a szeme? Ki kéne szúrni a szemcsit? Lehet, de hát gondolom addig kéne szétbaszni, hogy letérdeljen. De nem tudom megütni. Előbb levittem egyre félig a életét. Mindig nem tudtam meg, mi az a csízelés. Na szóval a balra dodzsolása jön be. Mondom, odaüt! Geci, odaüt, ahova futsz. Mekkora egy pöcs ez a boss? Ezt most teljesen lehetett látni, hogy mit csinál. Totálisan odaütött, baszki, ahova futottam. Nem akarom benyomni a embert addig, ami nem vagyok biztos benne, hogy megölöm, mert nem akarom fölöslegesen elvesztegetni. Szopat ez a kis fasz.
lelőtte a nyilat, érted? Az erete démon király. Igen, ezt tudjuk, hogy ezt így jobban ki tudom kerülni. És aztán innen jönnek a problémák. Na most, mostantól van a probléma. Jaj, nem ezt akartam. Mindegy. Mi az, hogy parázs visszaszerezve? Benyomtam és meghaltam? Az úgy jó lesz. Igen, benyomtam és meghaltam. Ez volt a legjobb megoldás, amit tudtam művelni itt a játékban. Valahogy be kéne fagyasztani ezt a dögöt. Jó, ezért... Pont csinált egy területsebzést, amit mi nem láttam, érted? Ilyenkor kell egy visszadocs. Ez a terület lófasz mindig elkap. Au! Mi volt ez a tüzi? Te buzi! Fekszik! Most baj van. Puki lesz. Lefeküdt. Irány. Hajj meg! Nem! Nem! Meghalt. Ott a démon király lelke. Meghalt. Meghalt. Haló? Ott van, meghalt a kurva! Ha! Pöcs fej! Láttam már messziről, hogy jönnek a kibaszott meteorok, de nem volt életem. Vagyis nem tudtam, volt staminám. Oké. Kapta. Ott van. Mágia meggyújtva. Hala. Nagyon élőnek tűnik ez a bogárka. Ha mondom én, hát ez meg vérzik. Oké. Hazamegyünk, elköltsük a szólocskát. Nem riszkírozunk ilyen sok szólal itt. Na. Eltelt 30 perc a streamből, és már meghalt egy boss. Nézzük, hogy mit adnak itt a boss lelkecskéért. Jé, már le is győzted, lelele. Lelele. Aha, thou returned. And so. Oda gyerekem a bunkós botját. Ugye, ami persze tűsebzést okoz. Öreg király nagy kalapácsa. Úgy nem is néz ki olyan rosszul a cuccam úgy.
És még nekünk van itt ilyen káosz lángot, dobszalami akvarzsa a környéket. Köszi, nem kérjük. Inkább eladom. Nagyon szar az a kalapács? Hát... A jónak néz ki. Tárgy eladása... 10 000-et ad csak. Na várjál, hogy az 37 000... Bassza, mert megint nem lesz elég a szól. Na, nézzük meg, mennyit tudunk itt fejlődni. Aha. Hát ennek a fegyvernek se skálázik már nagyon. 43. Oké, és... Mennyi kell? Várjál, esőn van. 20 000 szól kell nekünk. Szóval 18, azt még össze tudjuk szedni. 20 000-et gyorsan. Ezt eladjuk. És itt volt ilyen kardocska 1000-ér. Ez sem kell. Ez így 19 000. Hát... pajzsok kurvára nem kellenek. 326 fizikai és 328 tűz, de olyan baszott lassú fegyver, hogy nem éri meg. Aha. Ja, hogy 120... Hát igen, az már durva lenne ez a 650-es damage. Majd a végén innen mindent találok, amire nem. Szerintem amúgy ezeket kurvára eladhatnám, mert egyikre se lesz szükségem. Ja, megnézzük a fegyvert, tudok-e kovácsolni. Erősebbet. Ez a hangzsár se kell nekünk. A fejszer se fog kelleni. Forrasztás, erősítés. És tudunk! És tudunk! És még egyet tudunk! Nagyon jó! És erre már titanit darab kell, amiből jelenleg 0-ánk van. Jó, maxra főhoztuk ezt a stukkert. És... most kéne 6000 szól. Kéne 6000 szól nékem. Mi a faszt adjak el? Hát annyit nem tudok eladni. Hogy 6000-et összeszíjak. Bassza olasz. Ez probléma. Emberöket nem adom el, biztos nem. Na mindegy, azt a 6000-et valahogy összeszerezzük. Azt a visszajövök. Jó cuccot adna az a villámló giliszta? Vagy nem? Az a vicces amúgy, hogy egymást megöltük a bosszal. Ahogy megöltem a bosszt, jöttek a meteorok és én is meghaltam. De beadta és... ennyi volt a bosszucska. Au. Ezek hogy lehet a Nameless King ellen úgy megcsinálni a játékot, baszki, hogy nem üt meg, közben engem itt megölnek a izék. Sima faszkalapok. Fú,
hú, én emlékszek erre a részre, és nekem ez régebben, amikor ezt játszottam, nekem ez kurvára nem tetszett valamiért. Mhm, oké, rendben van. Hányjá, bazd meg. Jézus! Oké, pszichopat! Ennyi vagy halál. Az a baj, mindjárt meg lesz a 20 000 a szinthez. És mehetnék is vissza. Titanic töredék. Jajjaj! Megijedtem. Itt is fáj lejárat, igen. Nagyon jó. Az ott micsoda? Ott a sarokba. Ebben ott szül a csávó, vagy mi a fasz csinál? Hello? Oh! Te nem vagy normális. Oké, semmi baj. Kitört a nyakomat 18-szor. Csak a 3-4 életemet vett el, semmi gond az égvilágon. És ez itt most komolyan mi a fasz csinál? Napozott, szellőztette a kukkert. Szellőztette a kukkert. Nem fürdött két napja. Ez ilyen Dark Souls 1-es tűzköpő. Ismerlek át, köcsök? Most van, lányne? Mindjárt nem lesz szó, ezt tuszom? Nem! Baj van. Miért nem tudtam átugrani ezt a kibaszott lyukat? Jó, ettől fétem, hogy 17 000 szólókkal fogok én futkározni ezek a pöcsök között, most komolyan. Most futhatok vissza úgy, hogy ne halljak meg. Muszáj benyomni a embert, nem beszélyeztetek 17 000 szót. Jézusom! Biohazard! A Biohazard! Biohazard! Ő most egy másik Biohazard vagy? A régi Biohazard, de azért nagyon szépen köszönöm a követést. Félre nyomtam. Ne basszál fel, kikövettél, Bio? Nézd meg a alapító jelvény ott a neve mellett és kikövet! Annyira nyomtam. Hello, hello, Bio. Mi a helyzet? Azért volt itt furcsa. Hát mondom, nekem ez kurva ismerős ez a név. Meghalok megint. Igen, nagyon jó. Lehet esni fog, nálunk hajnal, vagy tegnap este 10 óta esik első, kérlek szépen, még most is. Picit beteg vagyok, lehet hallani a hangomon, hogy náthás vagyok picit. A torokfájás már átment rajtam, úgyhogy minden jó. Na igen, kint jó idő van, de bent a szobában meg agyhalál. Jelenleg 28,0 fok. Köszi. Próbálok, mondjuk nem sok mindent teszek érte, hogy jobb legyen. De reménykedek benne, hogy jobb lesz, mondom, a torokfájás már átment rajtam, úgyhogy még a nátha itt van. De azon kívül semmi bajom. Nem? Buzik? Nem ölhettek meg. Fú, itt most nagyon nagy fasságot csinálunk, srácok, itt átfutok mindenen. Megint nem sikerült átugrani.
baszki. Hú, nem! Hallod, ezek a tini ninja kecskék, ezek eszméletlenek, amúgy. Kibaszott tini ninja kecske, és mindig elindulok fölfelé. Láni velük fölöslegesen harcolni nem túl jó, de így meg elkaptak a gecik. Utána jönnek 180-an. Ezeket itt most kikerüljük, igen, hello. Hagyjál békén! Jó, itt most leugrunk. Csak tudjam, hogy merre mentem. Igen, itt a szólom. Ez a buzi ugrott rám. Ki mögöttem van. Oké, ott a lépcső fölfelé. Hagyjál békén! Hagyjál békén! Ott a bonfire! Ott a bonfire, és nem fogja beengedni! Gyerünk! Megvan a bonfire, köcsögök! Fű, de jó, hogy ezt meg lehet csinálni ebbe a játékba! Ezt a Dark Souls 1-esben, a 2-esben nem lehetett. Most a öreg király előszobáját találtam meg. Wow. Jó. A lényeg az, hogy nálam van a szólom. A többi nem érdekel. Ott még hagytunk el gabonákat. Most totálisan nem tudom, hol vagyok. Titkos fal? €10 millió. Oké. Ezek itten... mit a faszt védenek? Jó van, próbáljuk belőni azt, hogy merre kéne menni. Erre jöttünk, azt fix. Ez mi a ez egy tűzkecske vagy? Hallod, nem baj, hogy a bonfire-nél vagyunk? Ez egy szent hely! Halljál már ki, hát baszki, most raktam a fegyverre plusz 2 szintet a kurva életben, azért érezd meg. Hogyha oda nyesek. Itt a nagyon érdekesen pozícióban vannak itt a barátok. Itt valaki oldalú, aha, ott nézett kukucskár. Kicsin kecskék. Vannak belőle ketten. Hello, szia, itt vagyok, hello. Jó napot! Nyugodjál le, fiam! Oké, nagyon jó vagy. Gyere te is! Pajzsos szorin, azaz. Szuri, szuri! Anyád! És baj van. Tudunk egy életecskét. Most ő mindjárt megtámad. Akkor... kiszámolja a játék, hogy te mikor fogsz ütni, komolyan. Ahogy érzékelő, hogy megnyomod a gombot, már támadnak. Jó, ezt hátba kéne szurizni, mondom. Mindegy, így is jó. Izalit piromanta tekercse. Ezt gondolom egyik NPC-nek oda kéne adni a... 10 millió euró. Titkos fal. Előbb bejött. Oké, akkor itt nincs semmi más. Ez itt micsoda ez a szörnyezet? Semmi? Jó. El lehet menni arra. Ott találtuk az a titkos fal, ami ott van. Az egy titkos fal. Jó, akkor nézzük a rendes utat, ami nem titkos fal, hogy nem találtuk volna meg a titkos falat. Hogy ez hova vezet.
Ez lefelé vezetne a úton? Hűha. Fú, itt valami fönti hely van, amiben fog szakadni. Csak úgy jelzem, hogy 18.888 szól van nálunk. Káosz drágok ő. És ez itt ennyi? Oké. Akkor ez így most what the fuck? Akkor most mindenképpen meg kellett volna találni a titkos utat? Vagy mi a fasz? De nem baj, van egy titkos utunk, hát megnézzük akkor arra, mi van. Mert itt ez én egy zsákutcának látom. Na, szóval innen jöttünk. Itt még biztos nem néztünk át mindent valószínűleg, majd mindjárt visszamegyek. De itt megtaláltuk ezt a titkos falat. És ugye itt van ez a hosszú-hosszú utacska, ezt most végig fogom futni. Futáá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 á
Kurvára megérte. Ja, hogy ez az a másik... Oké, tudom, hol vagyok. Oké, kurvára tudom, hogy hol vagyok, srácok. Az a baj, hogy most... De ez mekkora buziság, baszki? Hogy arról át tudtam ugrani ide, de visszafelé már nem tudok. Most megint ott lesz ez a sok fasz. De sikerült most hirtelen, valamiért. Oké, ezeket kiszlalomozom. Jó, titkos falnál itt le tudok ugrani ide. De anyád. Jó, akkor tényleg mindenképpen lefelé kéne menni? Szóval itt van bonfire. Oké. Okay. És akkor megnézem még itt, hogy mi a pék fenét hagytam el. Fúj, nagyon sok ilyen fakácske van. Itt van egy ajtócska nekünk. Nagyon jó Estus töredék. Ma 11 Estusunk lesz nálunk, ha majd beaktiváljuk. Anyád? Jézusom, hol ugrottam? Nyugodjál le! A bűrös kecske. Jaj. Oké, semmi baj, hölgyeim és uraim. Atya úristen! Még itt tovább futunk, és semmi baj nincsen. Titkos fal! Oké, ezt... De fekete lovag! Na, foglaljuk össze, hogy mi történt. Srácok, előző részek tartalmából véletlenül megnyitottam egy titkos falat. Gurultam a titkos falon, megtámadott ez a kecske baszó fasz. Közben megláttunk egy fekete lovagot, még harcolt ebben a kecske akárkivel. Jött a fekete cucc, csapkodtam 1-2-3-at és meghalt mindenki. Ez kibaszott nagy véletlen volt. Titanic töredék. Titkos fal. Nem. Itt rohadt sok titkos fal van. Jó, arra még el lehet menni egyenesed. Mert ez is egy titkos fal, ahol most vagyunk, mert ez tökre véletlenül itt, tehát ezt megtaláltuk ezt a helyet. Oké, fekete lovag nem adott nekünk semmi szexuálisat. Oké, sutyi, itt vagy? Nem érdekel, hogy csíszeltem, oké, rossz, de meg lett vele a nó. De mi ez a csíszelés, sutyi?
Előbb kérdeztem, csak nem válaszoltál. Én nem tudom mi ez. Nekem ez spanyol. Na, kérdés. Fekete lovak kard. Baszó vagy nem baszó? Ebben vittem végig a Dark Souls 1-est. Amúgy. Amúgy szeretném megjegyezni, hogy ez kell 18 dexterity a kurva száját. Nem az. Oké. Na, akkor maradt nekünk ez a egyenös. Oké. 21 ezer szól van nálunk, srácok, fogalmam sincs, hogy hol van a bonfire. Úgyhogy óre... Óriási hirtelenséggel elteleportálok innen a faszomba. Semmi stressz. Semmi aggódás. Nyomatunk egy level up-ot és jövünk is vissza. Nem veszthetünk szinteket. Nem játszunk ilyen szintvesztéseket. Sutyikám, megéri majd fejleszteni a strengre, hogy meglegyen a 50, hogy kezembe fogjam azt a fumes kardot, vagy mi a tökömet, azt a óriási baszógépet, jó lesz az a kard? Tényleg itt a cheese az az, amikor a rossz AI-t vagy glitchet kihasználva győzöd le eléggé a könnyedén a boss-t. Ja, értem. De gondolom ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet könnyen legyőzni egy boss, gondolom ezt YouTube-ról nézitek meg, nem? Megnézzétek YouTube-on a glitcheket, meg minden, és akkor úgy sokkal könnyebb megölni egy boss-t, mint egy olyan ember, mint nekem, aki csak simán bemegy és püföli addig, hogy meghal. Very well, Ashen van. Na. Azt mondja, hogy utazás, és akkor itt voltunk a öreg király előszobájában.